A homlokzat és a tetőszerkezet, valamint a belső terek is megújulnak majd. Átfogó fejlesztés előtt áll a Tokaj-hegyalja Egyetem patinás épülete. Ami mindenki számára látható lesz, az az, hogy a közel 3200 négyzetméteres, kétszintes főépület teljes körű külső renováláson esik majd át. A tetőszerkezet átalakításai mintegy 2700 négyzetmétert érintenek, a részleges homlokzati rekonstrukció, illetve a homlokzat festés 2600 négyzetméter. Méterre terjed majd ki. Közel 200 külső és összesen 83 beltéri nyílászáró cseréje is megvalósul majd. A beruházás a Lechner épületre terjed ki. Nyilvánvalóan azokat az elavult infrastruktúrákat meg kell újítani, ami a vezetékezést jelenti, ami a fűtést jelenti. Ki kell cserélni az ablakokat, hiszen ha valaki megnézi, akár már kívülről is látszik, hogy ez nem a 21. század követelményeinek megfelelő. Ugyanakkor pedig, miután ez egy műemléki épület, nyilvánvalóan meg kell őriznünk minden olyan elemet, amely a múltnak a hagyományőrzéséhez hozzátartozik, a múltnak a megőrzéséhez hozzátartozik. A belső átalakítások során többek között elbontanak mintegy 580 négyzetméternyi falfelületet, átfogó burkolási munkákat végeznek, felvonót alakítanak ki, és jelentős mértékű hőszigetelési munkára is sor kerül majd. Mindemellett a fűtési rendszereket is teljes mértékben modernizálják, a közműveken is elvégzik a szükséges felújításokat, illetve a teljes villamos energia és vízvezeték hálózatokat szintén korszerűsítik majd. Megint csak azt mondom, hogy vannak azért a műemlékvédelemnek olyan elemei, amelyeket nem fogunk tudni, és nem is akarunk megmozgatni. Vannak olyan falak, amelyek már a utóbbi időszakban épültek, ezeknek a falaknak a mozgatása lehetséges, de maga az épületnek a szerkezete az adott, tehát ezen a szerkezeten belül kell majd, hogy mozogjunk. Fontos lesz a könyvtárnak a megújítása, és nyilvánvalóan fontos azoknak a közösségi tereknek a kialakítása, amely megint csak az új időszaknak egy nagyon fontos eleme, hogy a diákok a tanórákon kívül is tudjanak közös térben lenni, és ott értelmesen eltölteni az időt. A felújítások alatt más-más helyszíneken zajlanak az oktatások, és ezzel párhuzamosan megkezdődik az az előkészítő munka, ami az egyetem 2025-ben esedékes akkreditációjához szükséges.